zenekar egy születésnapra írt dal után alakult, blueszenészek barátságából. Rövid idő alatt az ország egyik legfontosabb koncertzenekara lettek, óvodáktól nagy fesztiválokig mindenhol megfordultak, még nemzetközi terepen is. A zenekar együtt szólít meg több generációt, dalaik alapvetően gyerekeknek íródnak, de üzeneteikkel megszólítják a felnőtteket is. Gyerekzenekaroktól szokatlan módon komolyabb témákat is érintenek a dalokban. Köszönjük szépen, szeretettel köszöntünk mindenkit telefon, laptop, tévé előtt. Az A38-on muzsikálunk nektek, belvárosi betyárok, zenekar vagyunk, Alasztis Balázs, Valastyán Tamás és Várai Laci, és Lou a szökött kecske baladája című népdal feldolgozásunkat muzsikáltuk meg nektek, megtaláltok a YouTube-on is, de semmiképpen ne kezdjétek el most nézni, mert akkor lemaradtok a következő dalról, ami egy 2016-os felvételünknek a folytatása, és ez az állati folytatás címet kapta, Tomi sipolni fog benne. Yeah.
Volt egy dalunk nagyon vidám, sok állat volt benne, olyan sok, hogy alig fért rá az első lemezre. Volt köztük csíkos, pöttyös, meg tarka, kiskutya, meg majom és egy szürke szemű szarka. A vécse meg a hangyák, amik igazán erősek, elefánt és víziló szintén ismerősek. A tapira kipukkantott és ledöntött egy szekrényt, ezt néhány állat nem bírta és otthagyta a refrént. Így maradt ki a dalból például a fóka, vele együtt ment haza a béka meg a róka. Lóháton menekült a gólya meg a vodka, felettük húzott el vadliba vagy 60. Darázsnak nem tudom, hogy ki az apukája, a kecske béka sem tudja, hol dölt ki a családfája. Ők is elszaladtak aztán, menekültek persze, azt hittük, hogy nem is jön ki majd mind az öt verze. Bejártunk sok országot és rengeteg embert, megismertünk és sok helyen láttuk már a tengert. Repülőn utazva is csak buborékot fújtunk, sok állatot látva néhány dolgot megtanultunk. Tigris, póni, nem barátok, bolhán kutyát nem találtok. Na az angol, na nem angol, a skót juhás sem dudát hangol. Hiába bömböl a bika, soha nem lesz bölömbika. Te meg ne gondolkozz, mire célosz, ha feléd fut egy rinocérosz. Hiába van olyan neve, nem tévében él a tebe, és ott van szegény kis denevér, evés után minden evér. Jó, 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 jó. Véve. Köszönjük szépen, bármit csináltok, lájkoltok, tapsoltok, táncoltok, egyébként alapvetően táncoljatok, ez a legfontosabb, és énekeljetek, dopamint termel, nem tudom mi az, anyáikat kérdezzétek meg. Mi a következő dalt megmuzsikáljuk, ami egyébként tavasszal íródott, és akkor kezdtem el írni, nyára kész volt a zene, ősszel már a refrén véglegesedett, és télen felvettük, úgyhogy így ment át minden négy évszakon a dal, erről is szól. Jönnek, mennek az évszakok. Világ legkönnyebben táncolható műfajában íródott, úgyhogy terrorjasszásos regibe tudtok rámozogni. Úgy kezdődik, hogy
láttam, itt jön őszanyó, sárga levél takaró. Volt neki a kabátja, jött vele két barátja. Háta mögött volt a nyár, aki mindig napra vár. És előtte állt a tél, aki pont a naptól fél. Hey, ho, jaj de jó, ősz után jön majd a hó. Jönnek, mennek az évszakok. Hey, ho, nem is kár, van még tavasz, nem csak nyár. Körbe-körbe mennek az évszakok. Mégis jó a hangulat, egymás nélkül nem lennének, nem hallanánk hangjukat. Mégis az a legfurább, hogy ősz anyó ad nagy ravasz, akárhonnan nézzük, néha pont olyan, mint a tavasz. Hey, ho, jaj de jó, ősz után jön majd a hó. Jönnek, mennek az évszakok. Kár, van még tavasz, nem csak nyár. Körbe-körbe mennek az évszakok. Hey, ó, jaj de jó, ősz után jön majd a hó. Jönnek, mennek az évszakok. Hey, ó, nem is kár, van még tavasz, nem csak nyár. Körbe-körbe mennek az évszakok. Hoppá! Jó, ó, 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 ó. Szépen lefédelted a szaxofont. Ott a tus. Köszönjük szépen, így szoktuk befejezni. Szóval jönnek, mennek az évszakok. Című dalt muzsikáltuk meg, és arról is szó volt benne, hogy a tavasz meg az ősz az néha mennyire hasonlít. Na, ez 2020-ban nem így van. Nem ilyen volt a tavasz. Emlékszem, ott voltam. Otthon ültem. Rész tavasszal. Szóval... mozogjatok sokat a következő dalra is, ami egy mondókának a megzenésítése, és megy bele a télbe. A főhőse öt olyan testvér, akik zöld ruhába járnak, csizma van a lábukon, kalap a fejükön, és puskalóg a hátukon. Nem baj, Rangers Point majd másik földrészen. Elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette. Ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette. Thank you.
elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette. Köszönjük szépen, döbben csend, itt a hajón tátognak a halak, de sokan vannak, úgyhogy ide muzsikáltuk a kopoltyús rajongótábort, és az ebi halakat is, ha vannak most olyanok. Szóval, következő dalunk egy erdélyi turné során kezdődött el az ő története. Ugyanis reggel hajnali induláskor beraktunk egy nagy termosz kávét, hogy kitartson az úton, és mi is kitartsunk az úton. Beraktuk az ülés alá, és két hét múlva ugyanúgy változatlan állapotba kivettük az ülés alól, ott felejtettük, úgyhogy ezt a kávét elneveztük madárlátte kávénak, és ő lett a főhőse itt a harmadik sornak, azt hiszem, vagy a refrén előtti résznek. És úgy kezdődik, hogy... A sok főnév mire vár? Kinyitott az ugyebár. Névmások és barátai, mindegyike ide jár. Képzeld, van egy olyan kávé, megkérdezi. Figyelj, hát te honnan jöttél? Mert én délről. Úgy hívják, hogy madárlátte. Én meg csak egy kis kutya vagyok. Egy olyan vidám spániel, aki ha költőnek született volna, úgy hívnák nevető ránc fel Varró Dániel. La 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 Ilyen dalokkal szoktuk szórakoztatni magunkat, benneteket és a kedves szülőket, úgyhogy mindenki talál benne elrejtett point, és mindenki máshol nevet, mi általában a dal végén. Szóval, következő dalunk, aminek a folytatását már eljátszottuk, teljes idő zavarba kerülve a műsor elején, ez az Állati Történet, akinek a főhőse egy kismajom, aki Gyurcinak hívnak. Ő egy bóbitás gibbon fajtájú majom, 25 éve ott él a győri állatkertbe, fekete-fehér, akkor még nem voltak színes majmok. Nem szabad innent elhinni, amit mondunk. És az az érdekessége, hogy az állatkert közepén van egy tó, a tó közepén van egy sziget, a szigeten van két fa, és ott lakik nem egyedül, van két hölgy, bóbitás gibbon is a szigeten.
ilyen dolog ez a majom élet. Szóval... Figyelj ide, öcsi, mondok egy-két titkot. A zsiráf fura állat, nem azt mondja kitkot. Vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott, ez pedig a... Megfejtéseket küldjétek el az A38-ra e-mailen. Figyelj ide, öcsi, vannak itt még titkok. Nézzük meg a szürke szemű szarkanappal mit lop. Általában gyűrű, amit elcsen ezt a hobbit. Mások is eltanulták, hajolj le és nézzél meg egy hobbit. Ott! És ott vannak a hangyák, amik igazán erősek és ott vannak a marhák, amik a konyhában is velősek és valamelyik, ha rákezd engem kerülget a gutam el. Senki nem bonyít úgy éjjel, mint egy puha gombóc kicsi kutya. Menjünk kicsi délre és húzódjunk a szélre. Van ragadozó madár, akár a tarka farkú vércse és ott a vízidisznó, meg a közönséges tapír. Ő tényleg annyira közönséges, ha pukkan nem önti el a lustapír. Ott a bóbitás gibbon, más néven Gyurci. Mikor oda költözött, mi kezet is fogtom, nem volt semmi dulci. Jó dolga van egy tó fölötti ágra mászik haza. Van két fája, barátnője, és ő ízületileg is elég laza. És ez még nem minden, rengeteg sok állat. Van még a világon, tényleg leesne az állat. Közösek az emberek, és az állatok. Hajba, mert mindketten akkora állatok, hogy nem fértek be a dalba. De aztán a csoportképre odajövök mind a ketten. Hát ilyen volt a dal vége és a köztes részek. Ilyen ez a stream koncert, nem tudjuk mi történik ott a tévék előtt, csak sok fotót szoktunk kapni tőletek, hála az égnek szerte a világból, innen üdvözöljük a hegyeshalmiakat, akik néznek minket Debrecenbe, Győrbe, Budapesten, Zürichben, Salzburgban, Münchenben, Phoenixben, Washingtonban és New Yorkban, akikkel üzenetet váltottunk a koncert előtt. Ezekre a helyekre cirkulálva megyünk vissza. Reméljük, hogy 2021-ben vissza tudunk ülni a lóra, és megyünk ezekre a helyszínekre vissza. Várjuk nagyon, és következő
dalunkba megmutatjuk, hogy jelenleg Magyarországon mennyire könnyű jogosítványt szerezni, hogy mennyire az, azt Tomi fogja bemutatni nektek. A koncert után szintén a, nem is tudom, koncertkukac38hajó.hu A38.hu-ra küldjetek e-maileket, hogy sikeres jogosítványt szereztetek, mert ez úgy működik itt Magyarországon jelenleg, hogy beülünk az autóba, nem hátra a gyerekülésbe, ahova szoktatok, hanem ahova anya vagy apa szokott ülni előre, a sofőrülésbe. Beülünk, megfogjuk az övet, preventív jelleggel becsatolom, jár a motor. Hibrid, úgy tűnik, vagy egy barkasz. Barkasz, vagy nem tudom, egy Opel. Háromhengeres. Opel, mondjuk. És akkor, mikor már be vagyunk kötve, és jár a motor, és körbenéztünk, hogy elindulhatunk-e, akkor... Autó, alagút, ide-oda fut az út. 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 Kicsi gázkuplunk forog a fejünnel, látom, nem jön semmit. Tudom én, mit kell nézni, mert apa már mondta egyszer. Olyan tábla, amikor meg kell állni, majd én mondom, ha szabad, húzod a hajamat, hagyjál békén, Samukám. Apa, a fejedet húzd le, léci, nem látom a szembejövőket, a szemetes autó a kedvencünk, az öcsémmel. Ne vezess gyorsan, miért kell ennyire menni, tudod a Feri is, hogy járt, nézd már, lassíts, anyu így kiabál mindig. Na, sofőrök, utánozzátok Tomit. Autó, alagút, ide-oda fut az út. Autó, alagút, ide-oda fut az út. Autó, kamion, mutasd Tomi, ami nyom. Autó, alagút, ide-oda fut az út. Hopp, az a mén, meg az a bácsi, de furán állnak a kapuba. Szájába súgnak valamit, apa azt mondta, hogy így volt. Ott egy rendőr, de csuda vagánság, van neki kardja, vagy mint az én is. Az akarok lenni, de inkább vasutas mégis. Á, leszek én minden, lesz sok kincsem, három kardom, lovam és ingyen, csoki is 50 dömperrel legalább. Minden lánynak tetszem, akkor a csajok is megbámulnak. Micsoda kis krapek is vagyok én, hely, de csuda jó móka az élet, bim, bam, de jó nekem, a felnőttek örülnek nekem, így van a hajóra sem, szállunk fel, amíg nincs hegyem, de ide a kocsiba hozzánk, csak egy anyajegy kell, apa, a kalauz, felmutatom az anyajegyemet, mert nekem azom is van már. Ti jöttök, sofőrök. Autó, alagút, ide-oda fut az út. Autó, alagút, ide-oda fut az út. Autó, alagút, ide-oda fut az út. Autó, alagút, ide-oda fut az út.
kellett volna bírod egy dalcsapcival. Ilyen ez a muzsikálás. Szóval ezeket azért rakjuk bele, hogy lássátok, hogy élőben muzsikálunk. Muszáj ránéznem az órámra, mert úgy látom, hogy már csak egy dalra van idő. Az itiner szerint, és ennél több dalt szeretünk volna megmuzsikálni. Hát akkor legyen. Elmeséljük, hogy egy magyar kiszámolónak utána jártunk, és véletlenül átkerültünk a mesevilágba. Egy La Fontaine nevű írónak a történetei között találtuk magunkat. Egy olyan kiszámoló mondókával, amit ti is ismertek, úgyhogy mondok a köré írtuk a dalt, úgyhogy refrénbe kapcsolódjatok be, nyugodtan énekeljetek. Egyszer egy kisegér minden lyukba belefér, ide-oda ásott, aztán belemászott. Volt egyszer egy kutyalány, sajt volt az asztalán, ide-oda rakta, félig leharagta. Látta ezt a kandúr, csibész volt, nem pandúr, ő is arra hajtott, egyen egy kis sajtot. De a szaga messze ér, előbújt a kisegér, nem szimatolt semmi bajt. Visszapasom, hol a sajt? Kimehetsz, holnap után bejöhetsz, térnár a cínhegére, ugor cica az egérre, fuss, az egér meg hús. Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz, térnár a cínhegére, ugor cica az egérre, fuss, az egér meg hús. Sajtal, elérte a hajnal, nem követte senki, lelassított enni. Rájön túl nagy a falat, hiába az akarat, ha próbálna nyelni, fel se tudna kelni. Nem tudja lerágni, össze kéne vágni, jó lenne egy olló, nézd már itt a holló. Eszed, mint a csőre, röhögök előre, ismerős a móka, vihogott a róka. Kimehetsz, holnap után bejöhetsz, térnál a cínegére, ugor cica az egérre, fuss, az egér meg hús. Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz, térnál a cínegére, ugor cica az egérre, fuss, az egér meg hús. Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhet, cél már a színegére, rúgott cica az egére, fuss. Autóbusz, benne ül a végrampusz, kiesett a kereke, Jancsi bácsi megette, dúros lett a pofája, megkérdezték hány óra, 12:30, elszaladt a mentő.
Sziasztok! Meghajlunk, mert úgy szoktuk. Covid biztos. Ja, igen.